Brückner Gergely gazdasági újságíróval folytatjuk. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervus, jó reggelt kívánok! A G7 írta meg először és aztán végigfutott a magyar sajtón, hogy van egy multimilliárdos, hát multibilliárdos igazából. T. János György, akinek akkora a vagyona, hogy nagyjából a világ 30 leggazdagabb emberinek egyikeként kell őt tekintenünk, már hogyha valóban van neki vagyona két cégben vannak brazil államkötvények, amik vagy vannak, vagy nincsenek, vagy államkötvények, vagy kevésbé, és hát egyáltalán vagy létezik ez a történet, vagy adócsalás mondják azok, akik rálátnak. Te hogy gondolod? Az rögtön gyanús volt, hogy nem lett hirtelen a semmiből egy olyan gazdag ember, aki 15-ször gazdagabb, mint a leggazdagabb magyarok, de az, hogy pontosan miről van szó, azt nem lehetett egyből tudni, sőt azt mondom, hogy valamilyen bizonytalanság mindenképpen van. Ugye a legvalószínűbb az, hogy nincs ilyen állampapír, tehát vagy arról van szó, hogy egy hamis értéken került be a könyvekbe, ugye rögtön felmerült, hogyha valakinek van egy ilyen 36 ban lejáró állampapírja, egyáltalán miért cégesíti ezeket, miért rakja be cégekbe, ennek különböző okai lehetnek, semmiképp sem növeli a eset komolyságának valószínűségét az, hogy ez a bizonyos üzletember, ez korábban kényszertörölt és felszámolás alatt álló cégekben volt képviselő, négy-öt exotikus lakhelye volt, ugye a, a cégregiszter alapján Guinea meg Sessel, korábban offshore papírok, paradise papírok ügyben is felbukkant a neve ettől függetlenül én nem láttam magát a brazil kötvényt, de a brazil kötvények azok egy nagyon jellemző csalástípusnak a instrumentumai. Ennek az az oka, hogy a 80-as, 90-es években nagyon magas volt a brazil infláció, négyszer-ötször cseréltek viszonylag azonos névvel pénzt, Cruzeiro, Cruzado, Cruzado, Novo, és hát ugye voltak olyan zavarok, hogy a korábbi állampapírok vajon mennyit érnek, hogyha már jó néhány nullát levágtak róla, tehát részben hamis állampapírok részben valódi, de elértéktelenet állampapírok is félérekért megvásárolhatók az Alibabán, meg ilyen helyeken. Tehát azért nagyon sok olyan gyanús elem van, ami alapján itt ezt egy könyvvizsgáló vagy egy jogász valamennyire benézte, meg a cégbíróság, létrehozták ezt az értéket, de nem valószínű, hogy ott valóban ekkora értékről lenne szó. Ha viszont valamilyen csoda folytál mégis, és 2036-ban ezek egyszerre járnak le, a brazil állam ezt hogy teljesíti? Teljesíti? nem valószínű, tehát ez a brazil államadóságnak a két és fél százaléka lenne egyetlen ember kezében, ha valódi állampapír lenne, akkor természetesen perelhető meg, akkor teljesíteni kell. Sajnos ez egy viszonylag gyakori, hát ilyen megtévesztés, hogy valaki szeretne hinni abban, hogy ő 600 milliárd meg 500 milliárd dollár tulajdonosa lesz, és általában, amikor csaló áldozotta valaki, nem kérnek sokat, nem kérik ennek a egy századát se, hogy kifizesse, csak az, hogy ezer dollárról segítsen, hogy egy bürokratikus papírt elintézzen az illető, hát Kósalajos csengeri örökösnője juthat eszünkbe, ott is egy féktelen vagyont próbáltak közjegyzői papírokkal láttatni, de aztán kiderült, hogy csalás az egész. Na jó, de ott abban benne volt Kósalajos és az édesanyja, tehát, hogy ők mentek el a közjegyzőhöz. Hát itt ez, ezt a történetet egyáltalán nem látjuk, de ott azt lehetett mondani, hogy ott komoly emberek nyalták be ezt a, a sztorit és indultak el aláírni papírokat. Hát itt is ugye az üzletember az elment a könyvvizsgálóhoz, a jogászhoz, létrehozta ezt a céget, a cégbíróság bejegyezte, most ilyenkor nem lehet tudni, hogy az, aki az egész mögött van, ő maga a balek, tehát őt átverték valamilyen állampapírral, vagy neki volt egy fals állampapírral valamilyen célja, és hát mondjuk adjuk egy tízezrelék esélyt annak, hogy tényleg létrejött Magyarországon a világ 30. leggazdagabb ember. Viszont kinek kellett volna, hogy Jelezzen bár, bárki felé bármit, a NAV-nak, a cégbíróságnak, a, a ügyvédnek. Van bárkinek bármiféle gyanú esetén bejelentési kötelezettsége, Igen. vagy eljárási kötelezettsége? Igen, tehát bejelentési kötelezettség elvileg a bejegyző ügyvédnél is van. A NAV-nak van egy ilyen pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodája, NAVPEI. Elvileg ide hát illik ilyenkor jelzést adni. Ezt különbözőképpen látták a jogászok, van, aki azt mondta, hogy nem életszerű, hogy valaki az ügyfelét rögtön feljelenti, más azt mondta, hogy de hát erről szól a jogszabály, és ezt a bejelentést meg kell tenni. Azt is el tudom képzelni, hogy a jogász jó hiszemű volt, próbálta ellenőrizni a dokumentumok valódiságát, hiteles fordítást, látott erről egy könyvvizsgálói papírt, nyilván gyanút foghatott, hogy nem került elő hirtelen egy Bill Gates Magyarországon, de lehet, hogy nem talált olyan pontot, aminél úgy érezte, hogy lépnie kell. Na, egy egészen másik történet. Néhány órán keresztül élt a sztori, hogy a barátság vezetéket az ukránok elzárják, és nem engednek sem Magyarország, sem Szlovákia irányába tovább szállítást Oroszország felül. Aztán kiderült, hogy nem úgy van, majd egyszer úgy lesz, mondták az ukránok, egész pontosan egy miniszter hangján, de egyelőre nem. Viszont nekem ebből előjött egy olyan mondat, amit is Zsolt egy kérdésre válaszként visszakérdezve fogalmazott meg, hogy miért kellene nekünk leválnunk az orosz ellátórendszerekről, legyen az földgáz vagy kőolaj, amikor minden rendjén működik és hibátlanul érkezik. Az biztos, hogy ennek azért van kockázata, tehát akár egy olyan hadi esemény, akár egy olyan politikai esemény, jogi szabályozási lépés, hát ezt az idilli állapotot megváltoztathatja, az biztos, hogy Magyarországnak sokkal jobb, hogyha két csőről kap olajat, mint hogyha egyről kapna, ha egyről kap, akkor teljesen kiszolgáltottá válik ugye a horvát partner felé, ez mind az ártárgyalásban, mind az ellátásbiztonságban probléma. Ettől függetlenül ugye van a európai olajipari cégeken egy olyan nyomás, hogy oldják meg nem orosz olajból az üzemanyaggyártást, tehát az olajfinomítást, a mól is lép ebbe az irányba, az biztos, hogy ez egy kettős dolog, tehát Magyarországnak nagyon hátrányos lenne, hogyha le kéne teljesen jönnie az orosz olajról, de hát azt se szereti a többi európai cég, hogyha Magyarország azzal nyer, hogy kedvezőbb áron kap kőolajat, mint más európai, aki meglépte azt a, azt a változást, ugye csővezetéken még lehet kapni olajat, amúgy orosz olajat több európai cég nem tud használni, tehát ez egy ilyen ez egy ilyen szorító helyzet, nekünk nagyon kellemetlen lenne, hogyha barátságot valamilyen oknál fogva elzárnák, ameddig van, addig jobb a magyar ellátás biztonsági helyzet, de azért az, hogy ez egy törékeny dolog, azt a hadi eseményeket látva nap mint nap látjuk, kifejezetten rámentek a harcoló felek az egymás energetikai infrastruktúrájára. Ukránok olajfinomítókat lőnek, oroszok meg szétlőtték a teljes ukrán áramrendszert, tehát ez egy, sajnos ez egy napi esemény most már. Hát és a háborúnak egyáltalán nem látszik a véget, tehát ebből a szempontból a kérdések ugyanúgy megmaradnak most is, és valószínűleg érvényesek lesznek hónapokkal később is. Matolcsi Györgyről beszéljünk mi is pár mondatot, bár a mai reggelen már kétszer előkerült te el a harmadik, akivel megbeszélem azt, hogy mi történt valójában a tegnapi közgazdászvándorgyűlése. Mondott-e valami olyat, ami újszerű volt, ami, ami meglepő volt, vagy egyszerűen csak ismétel, ismételgeti azt, hogy nem jól mennek a dolgok Magyarországon? Azt gondolom, hogy a magyar kormánynak kifejezetten fájdalmas pontokra mutatott rá, ugye azzal, hogy hát gyakorlatilag a középosztály hátrányos, vagy a, ez a külföldi működő tőke vonzás, amit annyira pozitívan szokott láttatni a kormány, ez, ez nem igazán jó. Én azért egy pár olyan elemet is kiemelnék, Matolcsi György kritikájába, ami ugye talán magyarázza az ő személyes értettségét is, hát az egyik mindenképpen az, hogy most a magyar gazdaságpolitika a legnagyobb hatású embere az ő korábbi helyettese, aki tehát nem teljesen békés körülmények között távolított el annó az MNB éléről, ugye Nagy Márton korábbi alelnökről beszélek, hát nem jól viseli egymást szerintem ez a, ez a két ember, azt kell, hogy mondjam, hogy amúgy, amit Matolcsi György szakmailag mondott, azokban nagyon sok igazság van, konvergencia helyett egyfajta lemaradás, ez fontos dolog, és ami nagyon fontos volt, hogy nehéz úgy a fogyasztást berobbantani, hogy bár a reálbérek emelkednek, de a szociális juttatások és a nyugdíj az nem emelkedik olyan mértékben, és a magyar fogyasztásnak ez is két fontos eleme. Volt egy Valószínűleg sokak számára meglepő megállapítása Matolcsi Györgynek a középosztályról beszélt, és azt mondta, hogy a középosztály ennek a politikának, a gazdaságpolitikának a vesztese. Pont az a középosztály, amire mindig hivatkoztak korábban, hogy ők a nyertesek, mert minden arra van optimalizálva, hogy a középosztályt húzza fel, és annak jutasson a kormányzat különböző ágakon kedvezményeket, tulajdonképpen jutalmakat. Ez, ez így most egy furcsa helyzet. Igen, én egyetértek vele, és ez globálisan, meg Magyarországon is igaz. Tehát a tőke tulajdonosok a leggazdagabbak, azok a nagyon magas hozamok, meg kamatok idején, meg jó reálgazdasági lehetőségek idején nagyon gyorsan gazdagodnak. Valóban van hála Istennek egy olyan elem is, hogy a magyarok aktivitása nőtt, kevés a munkanélküli, tehát a közmunkaprogram, tehát a legszegényebbek. Hála Istennek valóban azért kevesebben vannak, de a középosztály, és akkor itt mindenki gondolatbérből és vizetésből élőkre, egészségügyi dolgozókra, tanárokra, de akár menedzserekre is, relatív valóban rosszabb pozícióba kerülnek, globálisan is, tehát az európai meg az amerikai középosztályra is igaz ez, Kínai, indiai munkások többet gazdagodtak, a leggazdagabb, nem tudom, tőzsdések sokkal többet gazdagodtak, de szerintem ez Magyarországra is valóban igaz. Ami viszont azért érdekes kérdés, mert a választásokon viszont a középosztály nagyon fontos tényező szokott lenni, és sok mindent eldöntő tényező, hiszen hangadó. Ebben nem vagyok biztos, tehát valahogyan ebben nevelkedtünk, hogy mennyire számít az, hogy kik a véleményvezérek adott közösségbe. Én úgy látom, hogy azért elsősorban akár a főváros vidék választási arányait megnézve, Magyarország az a speciális hely, ahol a nehezebb életkörülmények között élők érzik talán leginkább úgy, hogy mindent a kormánynak köszönhetnek, tehát az ilyen jövedelmi decilisek, de akár a település szerkezetek alapján, mint hogyha a kormány támogatottabb lenne az alsó helyeken, mint mondjuk a középosztályban, vagy akár a felső középosztályban? Ezzel nem mondasz nekem ellent, mert én pont arra gondoltam, csak akkor ezek szerint nem fejtettem jól ki, hogyha a középosztály nem érzi jól magát gazdasági értelemben egy adott országban, akkor könnyen a hatalommal szemben szavazhat. Ami a kormány számára most nagyon kellemetlen lenne, hiszen egyébként is van egy hullám vele szemben. Igen, tehát akkor a mondat első felével egyetértek, a második felével meg azért nem, mert bármennyire is kellemetlen lehet, meg lehet, hogy a közvéleménykutatások szokottnál kisebb előnyt mutatnak, de én nekem azért minden választás mindig azt mutatja, hogy, hogy azért az a nagyon egységesen, mondjuk kormánypárti vidék vagy kis települési réteg azért az még általában a választásokon elég, de hát nyilván 2026-ban mi meglátjuk, hogy mennyit változott a gazdasági helyzet miatt a népszerűsége a kormánynak. Így lesz, Büknegegi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.